Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Hatos csatorna televízió nézőit. Önök a Vallás és Kultúra című műsort látják. Nagyon sok szeretettel köszöntöm dr. Bajkai István, Erzsébetváros alpolgármesterét. Szeretettel köszöntöm professzor dr. Szigeti Jenő tanárurat, állandó szakértőnket. Az elmúlt alkalmakkor beszéltünk mi az Erzsébetváros és a zsidóságról. Most egy kicsit beszélgetnénk kiterjesztett módon Budapest és a zsidóságról. Hiszen Budapesten nem csupán Erzsébetvárosban vannak zsinagógák, bár Erzsébetvárosban is nagyon sok zsinagóga, viszonylag sok zsinagóga található, de hát Újpesten is van, és a város más területein is találhatók zsinagógák. Ez azt jelenti, hogy az a zsidó negyed, ami Erzsébetvárosra koncentrálódik, az szép lassan egy kicsit elkezd Budapest távlataiban mozogni. Mit tudunk ezzel kapcsolatban elmondani? Alpolgármester úr, hogy látod? Én azt gondolom, Erzsébetváros alpolgármestereként, hogy a kiegyezés után nagy részt Magyarországra érkező zsidóság Magyarországban a szabadság földjét élte át, és azt tekintette új otthonának, és azt építette meg. Az előzőekben korábban már beszéltünk arról, hogy a kiegyezés követően Magyarország felemelkedésében egy óriási hajtóerő volt a zsidóság munkássága, tehetsége és ereje. Ez azt gondolom... Szellemi kvalifikálása. Szellemi kvalifikálása és fantasztikus tudásuk és tenni akarásuk. Ezt nagyon szeretném kiemelni, a tenni akarásuk és az alkotó képességük. Ez azt gondolom, hogy egész Budapestet áthatotta, átsugározta, majd átsugározta az egész országot is, és nyugodt lelkiismerettel mondhatjuk, hogy ennek az országnak a felemelkedésében zsidó honfitársaink egy alkotó, fantasztikus teljesítményt tudhatnak maguk mögött, és hála Istennek az akkor megindult termékeny együttműködés most is folytatódik, és ma is él. Úgy tudom, hogy több iskola is található budapesti viszonylatban. Én legalább 3-ról 4-ről tudok. Van a Maimonides, aztán van a Seiber, meg van a Lauder. Ez 3 nagy alapvető szellemi irányzat, szellemi monumentális irányzat, ami a zsidóságnak a jelenlétét mutatja a mai társadalomban. Igen. Ne felejtvezünk el a rabbi képzőről. Most éppen azért izgalmas és érdekes, mert egy unikum. Európában ez egy unikum, mert ilyen nincsen. Sőt, ha megnézzük, bemegyünk a rabbi képzőbe, és ott látunk egy emléktáblát. Ferenc József építette. Méghozzá miből? Abból, hogy 1848-as szabadságharc után, aminek támogatója zsidók voltak, nem csak vérükkel, pénzükkel, hanem egész hozzáállásukkal. Ugye utána óriási sarcot vetett ki az osztrák hatóság a zsidóságra, és Ferenc József visszaadta ennek egy részét abban, hogy a rabbi képző szemináriumot felépített, ami egy gyönyörű épület, mai napig is működő épület. De azért is érdekes, ha a szellemi oldalát nézzük, hát lényegében azt lehet mondani, hogy a nagyvilág egészének képeztek itt rabbikat, és nagyon híres rabbikat, világhíres rabbikat. Hát, hogy csak a közelmúltba megyünk, egy Seiber Sándor, most már utca is van róla, Seiber Sándor az egész világ zsidóságának az egyik legnagyszerűbb rabbija volt, és világhíres. Én Amerikában azt mondtam, hogy Seiberrel beszélgettem, akkor egyből hasra esett mindenki, hogy hát te ismered. Egyből leültettek, hogy mesélj egy kicsit számunkra. Igen, így van. Annyira óriási a kisugárzó erő, ami ebből a Budapestről, illetve az ebből az országból áramlott ki, és a zsidóság olyan fantasztikus szellemi teljesítményt adott és ad mai napig a világnak, amelyre mindig tudunk úgymond idézelbe hivatkozni. Én is bárhol a világban jártam, kérdéseket kaptam, és nagyon sok kérdés azokra a zsidó honfitársainkra vonatkoztak, akik a világnak akár Nobel-díjasként, akár más professzorként, Szent Ágostai és a többiek. Igen, és Tellerede, és Neumann János, és sorolhatnánk végig nélkül a sort, azonnal Magyarországra gondolnak. Tehát az egy nagyon jó érzés, amikor megkérdeznek arról, hogy hát akkor tudom esetleg
föl tudom-e sorolni a nagyjainkat, és azok között rögtön az első között a legnagyobb honfitársai között nem csak Seiberről kell szót ejtenünk, hanem Rabiról, hanem világhírű, és tényleg fantasztikus írásai vannak, és nagyon mély gondolatai, hanem ott vannak a tudós nemzedékek, vagy sportolókról is beszélhetnénk ugyanúgy. Tehát azt gondolom, hogy nagyon büszkéknek kell lennünk, és büszkék is vagyunk erre a hagyományra. Fog jönni majd valamilyen módon a zsidó sport Magyarországra, valami 2020 körül valami zsidó olimpiaszerűség lesz félfüllel, így hallottam, de majd meglátjuk, úgyhogy most még egyelőre a téli olimpiának a döntőjét figyeljük. Igen. Budapest egyébként is egy különleges hely, azt gondolom, és persze az ember elfogult. Mi itt élünk Budapesten, és elfogultak vagyunk, de hogyha nem lennénk elfogultak, akkor is nyugodt lelkiismerettel mondhatjuk, hogy itt, ahol a Duna kanyarog, és itt létrejött ez a gyönyörű város, ez kevés ehhez fogható szépségű város van az egész világon, és még szebbé teszi azt, hogy itt hányfajta, hányféle közösség tud békében együtt élni. Szerintem Budapest sokszínűségéhez, felemelkedéséhez és szellemi nagyságához a közösségek jó együttélése is kellett. És ezt mindenféleképpen túl vagyunk sok mindenen, amin bár ne lennénk túl, és ez valószínűleg erősíti a keresztények egymás közötti kapcsolatát, az evangélikusok, református, a történelmi egyházaknak a kapcsolatát egymással, az új protestáns felekezeteknek is a történelmi egyházakkal való kapcsolatát, és közösen a zsidósággal oda-vissza való kapcsolatot. Néhány hónappal ezelőtt a Rabbi Képző Egyetemen voltam egy tudományos konferencián, amikor megállt az előadó, és azt mondta, hogy Ferenc Józsefre emlékezzünk, mert ezekben a percekben halt meg, mondta hány évvel ezelőtt, és fölállt az egész konferencia, és egyperces néma vigyázálással emlékeztek Ferenc Józsefre, aki a Rabbi Képzőt adományozta, vagy lehetővé tette a zsidóság számára. És ez nekem rendkívül impozáns volt, és nekem nagyon tetszett, hogy ez a nemzet, vagy ez a kisebbség visszaemlékszik arra, hogy mi volt több mint 100 évvel ezelőtt, mert hajlamosak vagyunk, amit a nagyapáink idejében csináltak, az semmi volt, amit mi csinálunk, az a valami, szóval hajlamosak vagyunk arra, hogy a hálának nem igazán a legszebb megoldásait választjuk az életre, és ez nekem nagyon-nagyon impozáns volt, és nekem nagyon-nagyon tetszett, hogy megemlékeztek a konferencián Ferenc József halálának évfordulójáról. Ez nagyon fontos, amit mondtál, mert nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy a múlt mögöttünk van, ez óriási tévedés, a múlt a talpunk alatt van, nem? Mert a múlton ülünk most a fotelben, ez a múlt. És ez ugyanígy van, hogy a múlt tanulságai azok a jelent meghatározzák. Tehát nem akarok most karikírozni, de hát az internacionálnak van egy buta sora, hogy a múltat végképp eltörölni. Mindent lehet csinálni a múltat, csak eltörölni nem. Hát abba élünk. Na most, nagyon érdekes, ha már a zsidóságról beszélünk, hogy a héber nyelvben nem úgy gondolkodnak, mint hogy a múlt, a jövő van előttünk, nem. Úgy gondolkodnak, a jövő van mögöttünk, előttünk a múlt, és a jelenben úgy kell dönteni, hogy a jövőt megnyerjük. Tehát nem az van a héber gondolkodás szerint, hogy a jövőről álmodozunk, nem. A múltat megnézzük, mit kell kijavítani, mit kell másképpen tenni, azért, hogy milyen legyen a jövő. Ez egy jellegzetes, egy nyelvben benne van. És ha valamit lehet a zsidóságtól tanulni, ezt én keresztény emberként mondom, például vegyük a babiloni fogságot. Amikor bekövetkezik a babiloni fogság, akkor azt mondták, hogy na nézzük az elmúlt 500 évet, a királyság intézményét, mi az, amit rosszul csináltunk, hogy ez lett az eredmény, hogy Babilonba került. Pontosan. És akkor megnézték végig a királyokat, értékelték egy bizonyos szemponton keresztül, megtartották a törvényt, hűségesek voltak-e az Istenhez, vagy nem. És ez volt az értékelési szempont, és azt mondták, hogy ez egy egyenes út volt az elmúlt 500 év, ahogy az apáink és nagyapáink éltek, hogy fogságba kerülünk, és most változtatnunk kell, ilyen-ilyen és ilyen módon, szóval fantasztikus. Tehát ez a zsidóságnál, mondjuk a babiloni fogság, ez olyan lehet, mint magyaroknál a mohácsi vész, ugye? Tehát amíg magyar ember él, és ezt a szót meghallja, mindegy, hogy milyen párt családhoz tartozik,
az a magyar ember, az megáll, tisztelettel fejet hajt Mohács előtt, mert az egy nemzeti katasztrófa volt, az több volt, mint egy vesztes csata, az bennünk él a mai napig is. Nagyon sokat kell azon gondolkodnunk, és azt gondolom, én mondom, hogy katolikusként nagyon sokat kell tennünk azért, hogy a gondolkodásunk felnőjön oda, vagy kifejlődjön még jobban, hogy a múltunkat mennyire kell becsülnünk, és mennyire kell tanulnunk belőle. A zsidóság, amennyire én tudom, rendkívül módon koncentrál arra, hogy tanuljon a múltból, ápolja a múltat, azt egyfajta szentségként kezelje, és pontosan úgy gondolják és úgy alkotnak, hogy mindig meg tudják őrizni az identitásukat, meg tudják őrizni a múltjukat, és mindig büszkék tudjanak lenni a múltukra. Tehát nagyon sokat tanulhatunk tőlük, ha ezt a kifejezést nem szeretek különbséget tenni, de azt gondolom, hogy sokat kell és sokat is lehet tenni nekünk magyarként azért, hogy eltanuljuk azt, szabad ezt a kifejezést használnom, hogy a múltunkat nem eltörölni kell, hanem virágzóvá tenni és élővé tenni a múltunkat. Tehát nem zárójelbe tenni, nem nagyon távolinak látni. Nem idézőjelbe tenni. Nem idézőjelbe, nem távolinak tenni, hanem szinte a napjaink részévé kell tenni. Ezt nagyon sok helyen látom, nagyon sok olyan nagy nemzetet idézhetnék ide, akiknél akár a zenében, akár a mai kultúrában nem engedik el a múltat. És a zsidóság is ilyen, amelynek azt gondolom, hogy a megmaradásnak, a fejlődésnek és az élni akarásnak az egyik jelképe. Ne felejtsük el, hogy ebben a világban, ebben a kegyetlen világban, amiben élünk, nekünk magyaroknak is úgymond össze kell fogni, hogy megmaradjunk. És ebben nagyon sokat tanulhatunk a zsidóság. Sajnos ez a múltunkban pont mindig ellenkező volt, mert mi soha nem tudtunk összefogni, mert mi mindig inkább egymással háborúztunk, és mondom Szigeti tanár úrnak is, hogy valamelyik nap fölmentem a YouTube-ra, és egy nagyon érdekes dalt hallgattam, meg egész véletlenül csak rá koppintottam. A Szól a kakas szól, ez egy nagyon híres zsidó ének. Ez a nagykálói Rebbe írta, és így van, és nem tudom, 500 rabbi énekelte, akik nem tudnak magyarul, úgyhogy nagyon érdekes volt magyar füllel olyan nyelvi háttérrel rendelkezők, akik nem tudnak magyarul, de ezt úgy énekelték, hogy szól a kakas szól, ugye? Mert szól a kakas már. Szól a kakas már, így van. Így van, így van. Tehát azért el kell mondani, hogy vidéken is voltak hatalmas nagy rabbik Magyarországon. A zsidóság nem csak Budapestre koncentrálódott, jó, ez volt az egyik nagyon fontos fellegvára, de megemlíthetjük a Lővi Mánuelt, ugye? Ő nagyon híres, nemzetközi szempontból is értékelt tudós volt, könyvei a mai napig meghatározóak abban a bizonyos témában, botanikában és egyéb dolgokban. Ő a szegedi főrabbi volt, egy jellegzetes zsinagógát alkotott, és az egész zsinagóga olyan, mint egy Izraelnek egy hatalmas nagy kertje, különböző botanikus növények, amelyek Magyarországon képesek megélni, ott be van ültetve, akkor itt van a nagykálói Rebbe. Szóval azért hatalmas nagy történelmük van, hatalmas nagy múltjuk van. Hatalmas múlt, és a múltat úgy tudták megőrizni, hogy azt, amit az előbb is mondtam, élő, velük együtt élő mindennapok. Tehát nagyon nagy baj az, hogyha egy nép el akarja felejteni a múltát, még akkor is, hogyha a múltban vannak, igen, sajnos szomorú események, és azt nem szabad elfelejteni, hanem mindig tanulni kell belőle. És amit az előbb is fél mondat elég említettünk, ebben a kegyetlen világban, amiben élünk, vagy amiben kerültünk, és amire a 21. század sajnálatomra valószínűleg szólni fog, hogy hogyan maradnak meg a kis népek, hogyan maradnak meg a nyelvek és a kultúrák. Ebben a zsidóság eddig felmutatta a több ezer éves történetében ezt, hogyan kell tenni, és nekünk ebből tanulni kell, ebből a történelmi példából. Ez mindenféleképpen, és fantasztikus maga a zsidó kultúra is, hihetetlen gazdag, és ezért mindig azt szoktam a diákjaimnak mondani, hogy azért ne felejtsük el, hogy az új szövetség sem más,
mint egy különleges zsidó gondolkodás és irodalomnak a lecsapódása, amit mi már kereszténynek nevezünk, de az eredetileg echte, az egy zsidó gondolkodás volt, Pál apostol, az evangélisták, maga a názáreti Jézus zsidó volt, úgyhogy és kereszténységről zsidó kultúra nélkül hitelesen nem tudunk beszélni. Mert a kereszténység a zsidóságból nőtt ki. Hogy látott, Szigeti tanár úr? Mert már mosolyogtál. Azért mosolyogtam, mert majdnem szó szerint ezt hallottam Isztambulban egy török egyetemi tanártól. A muszlimokról nem lehet a zsidóság nélkül beszélni, mert már rokonok vagyunk, mert hát végső soron ugye mi unokatestvérek vagyunk, és ezért éppen arról beszélgettünk, hogy volt egy merénylet még 15 évvel ezelőtt az isztambuli zsinagóga ellen. Azóta nehezebb bejutni az isztambuli zsinagógába, mint egy repülőtérre, mert annyira őrzi a török hatóság, hogy nehogy valami baj legyen. És hát ő mondta azt, hogy mi múltunkat nem engedjük, mert a zsidóság hozzátartozik a múltunkhoz, tőlük tanultunk kereskedni, sok mindent tőlük tanultunk meg, és hát egyszerűen vallásilag még lényegében azt mondja, a Korán ez érthetetlen az Ószövetség nélkül, ezt ő magyarázta nekem. És én csak úgy néztem, hogy most én magyaráztam volna, az még érthető, de ő magyarázza nekem. Ez azt mutatja, hogy tényleg valóban van olyan, hogy ő mindig azt mondta, hogy van három olyan vallás, amit három nagy monoteista vallás. Kell, ami monoteista vallás, és ez három vallás az egy gyökérből származik, Ábrahámtól. És ez igaz. Igen, és ez is jelenti azt a kötelezettséget számunkra, azt gondolom minden kulturált és minden civilizált nemzet számára, hogy mennyi szál köt össze bennünket, mennyi közös pontunk van, mennyire egy Isten fiai vagyunk, vagy leszármazotta és az ő követői. Tehát ez egy erkölcsi parancs a történelemből, a közös múltból, a vallásunkból következik, hogy nagyon sok közöttünk a kapocs, nagyon sok az összefogásnak az ereje, amely élteti ezt a nemzetet, élteti ezt a világot, élteti ezt a medencét, élteti ezt a Kárpát-medencét és a világ többi részeit, és az ember nagyon szomorú, amikor azt látja, és aggodalommal is tölti el, amikor azokat az erőket látja, akik ezeket a kapcsolatokat folyamatosan fel akarják szántani, szétszakítani, és úgymond a gonoszságot és a különbségeket keresik szítani, a másikban szítani. Ez sajnos jelen van ebben a világban, sőt egyre intenzívebb, azt kell, hogy látnunk, tehát mi kötelességünk, hogy ami rajtunk múlik, mi pedig még többet tegyünk meg azért, hogy össze tudjunk tartozni, össze tudjunk kapcsolódni, és meg tudjuk fogni egymás kezét. Mindig azon szoktam gondolkozni, hogy durván a magyar nemzet is olyan 10-13 milliós nagysággal bír, határon innen, határon túl, ha a világon összes magyarnak vallót, hogy megszámoljuk, pontosan nem is tudjuk, hogy mennyien vagyunk, és nagyjából a zsidóság is olyan 13-15 millióan vannak, úgyhogy nagyjából fejfelmélet vagyunk nagyság. Hát mi ez egy Kínához képest, egy Indiához képest, egy Brazíliához képest, vagy egy USA népességéhez képest, hát ezek ilyen tört számok, tehát ez kifejezhetetlen, de mégis azért annak ellenére, hogy a nemzetek között mind a zsidó, mind a magyar kis nemzet, azért sokkal nagyobb, úgymond, a részesedésünk, az ismertségünk, mint a nemzet nagysága. Hát azt gondolom, hogy önmagában egy lélekszám nem mutatja meg egy kultúra Igen. nagyságát. Sőt, tehát ha a zsidóság múltjára tekintünk, a több ezer éves múltra, akkor azt mondhatjuk, hogy az egyik legnagyobb kultúráról beszélünk. Ez így van. És tehát ez abszolút nem lélekszám függő. Én a magyar kultúrára, a mi magyarságunkra is úgy tekintek, hogy egy sok szenvedéssel teli, de sok értékkel, sok győzelemmel teli, és sok keserű tapasztalattal teli nagy kultúra, ami kultúránk, csak mi itt és ebben a honban hajlamosak vagyunk pesszimizmusra, hajlamosak vagyunk elfelejteni az értékeinket, és nem ismerjük fel annak a jelentőségét, hogy a történelmünknek az ápolása, a hagyományaink ápolása a mindennapokban az egy megtartó erő. Tehát én ezt még mindig ezt hiányolom, és ebben az ügyben kell úgymond minden politikusnak, minden államférfinak tenni a maga dolgát. Így van. És a jóra irányuló befolyást még hozzá tudnám tenni. Szóval, ha
Én az erdélyi barátaimnak szoktam mondani, illetve ők mondják nekem, mert ez azért nagyon sok ember fejében megvan ott. Azt mondja, ha mi kevesebben is vagyunk, mint mondjuk a többi nép, Erdélyről van szó, akkor is, ha mi minőségi embereket nevelünk, az a társadalomban sokkal nagyobb súlyú, mint a mennyiség. A minőség az mindig több, mint a mennyiség. És ez egy alapvető dolog, és ezt megint a zsidóságtól tanulhatjuk meg. A magyar példát már sokszor mondtuk ott, és nem a mennyiség határozott, a minőség határozott. És én azt hiszem, hogy nincs más nagyobb program egy nemzetnek, mondjuk a magyarságnak, mint hogy igyekezni arra, hogy minőségi embereket neveljünk, nem mennyiségi embereket, minőségi embereket. És a minőség az mindig megfizeti a fáradozásainkat. Az 1967-es arab-izraeli háborúra emlékeztünk korábban, és ott egy kisebb felszólalást tettem. Kicsit tanulmányoztam is ezt a korszakot, és valamikor sokat foglalkoztam a nagymagasságú repülés történetével, de csak zárójelbe teszem. És ugye az arab-izraeli 1967-es háború egyik nagy tanulsága és nagy mondani valója volt az, hisz akkor az arab erők többszörös fölényben voltak az izraeli hadsereggel szemben, és mégis vereséget szenvedtek, ugye az az elhíresült hatnapos háború, mert nem mindegy, hogy ki van a fegyverek mögött, ki tartja kezében ezt a fegyvert, milyen lélekkel, milyen tudással, milyen hazaszeretettel, és milyen elszántsággal, és ugye ez döntő. Van a vallásunkban egy olyan félmondat, és idézőben félmondat, nagyon fontos gondolat a számomra, úgy fogalmaz, hogy a világot nem az a sokaság fogja megmenteni, aki nem hisz a jövőjében, hanem azok kevesek, akik bizony hisznek a jövőjében. És ezt is a zsidóságtól tanulhatjuk. Így van, nagyon-nagyon fontos, és amit most itt említettél a hatnapos háború idején, azonnal eszembe jutott az egri történelemből, ugye az egri várvédés, hogy voltak néhány ezren a magyarok, volt százezren a muszlim sereg, a török sereg, és gyakorlatilag mégsem tudták bevenni. Egész éjjel dolgoztak, kijavították a várfalat, miért? Mert ők a hazájukat védték. Ők a hazájukat védték, és amikor egy nép összefog, és amikor egy nép nem a másikban a hibát nézi, hanem a kéz a kézben, és építjük, és csináljuk, akkor fantasztikus dolgokat tudunk. Visszakanyarodjunk ide Budapesthez. Én úgy gondolom, hogy éppen Budapest fejlődésének minden téren szellemi, gazdasági, társadalmi fejlődésének. Pontosan ez az összefogás volt az alapja, mert azért a budapesti zsidóságot nagyon nehéz letagadni, hogy ezek magyarok. De nem is tagadják le, hogy zsidók. Zsidó magyarok. Vagy magyar zsidók, mindegy, hogy mondom. És ez nagyon-nagyon fontos. Ahogyan a budapesti németeket is be tudtuk olvasztani, ezek magyar németek. Sok ilyen németet ismerek, elment 45 után Németország, és visszajött, mert azt mondja, én ott nem vagyok otthon, itt vagyok itthon. Szóval ez az összecementező erő, az egymás megbecsülése, ez kell az emberekben építeni, hogy minőségi emberek legyünk. Székely János atya, mondta most püspök atya már, régóta ismerem, ő azt mondta, hogy az emberek között minden nap elkezd épülni egy fal. Még a házastársak között is sokszor. Pont egy ilyen egyes oktatás kapcsán mondta nekünk ezt a példabeszédet. Minden nap elkezd épülni egy fal emberek és emberek között, közösségek között, és nekünk az a dolgunk, hogy ami esetleg fölépül, vonosz, azt minden nap visszabontjuk. És ezen dolgozni kell. Ezen minden nap dolgozni kell. Ez magától sokszor nem következik be, és ezeknek a falaknak a lebontása az egy alapvető erkölcsi parancs, alapvető isteni parancs számunkra. Ezért mondja azt az Új Szövetség, hogy a nap ne menjen le a ti haragotokkal. Tehát, ha van is probléma, de naplementére azt a házaspár azt rendezze el, hogy ne épüljön föl az a válaszfal. Mert ha minden nap csak egy tégla épül, akkor az néhány hónap, néhány év múlva már egy teljes válaszfalat, egy más ideológiát, egy más látást fog eredményezni. És én azt hiszem, hogy jó reménységben lehetünk, mert
sok olyan iskola van a zsidóságon belül, nem csak zsidók számára, akik egy jellegzetes szemléletet, egy jellegzetes gondolkodást adnak át, akár adott esetben a keresztény gyerekeinknek is. Mert oda-vissza tudjuk gazdagítani egymást. Mi a zsidóságot, a zsidóság pedig a kereszténységet. És én azt hiszem, hogy ehhez kell a demokrácia, ehhez kell a béke. Nem feltétlen politikailag értem én ezt csak kizárólagosan, természetesen úgy is, hanem ember és ember között. Miközben azt mondjuk, hogy egész Európában az antiszemitizmus megy előre, egyre nagyobb hangja van az antiszemitizmusnak, de én azt hiszem, hogy az egymás megbecsülése még jobban megy előre, csak ez nem média hír. Sajnos a jót kevésbé szokták híresztelni. Arthur Schnabel, híres svájci német zongoraművész 50-60-as évek kiemelkedő egyénisége, főleg Schubert és Beethoven előadásaira volt híres, a következőt mondta: a közönség mindent bevesz, még a jót is. Reméljük, hogy egy olyan korszakot tudunk megteremteni, amely a jóról szól, a jó szándékokról, és nem a pusztításról. Bajka István alpolgármester úr, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Szigeti tanár úrnak a szakértést, elköszönünk a kedves nézőktől, Önök a Vallás és Kultúra című műsort látták. Viszont látásra, Isten áldja Önöket!